Komáromi Zoltán a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Kedves Csokora. Miért? Tehát miért maradhat 200 körzet a Magyar Nemzeti Információi Számításai szerint, akár üresen is, miért nincs érdeklődés? Eddig összesen 39 orvos jelezte, hogy ezekben a körzetekben vállalna munkát. Miért? Ez két külön kérdés és két külön oka van az egésznek. Az egyik az, amit már 2005-ben, 2006-ban elkezdtünk összegyűjteni, hogy miért nem tudják az önkormányzatok betölteni egy adott helyen a körzetet, és miért nem találnak, már akkor is volt olyan, hogy 10 éve nem találtak oda orvost. Igen, azt olvastam, hogy Borsodban van olyan. Én akkor országos szakfelügyelőként mind a akkor 165 ügyben megkérdeztük a polgármestert, a területen illetékes szakfelügyelőt, hogy mit tud erről, és kiderült, hogy alapvetően két oka volt az üres praxisoknak. Az egyik az, hogy egy hátrányos helyzetű kis községről volt szó legtöbbször, 500-600-700 fős községről, nagyon sokszor zsákfaluról, nagyon sokszor elnéptelenedett bányászfaluról, ahol az önkormányzat, az a 3-5 ember, aki ugye illetékes volt erre, nem látta be, hogy nem tud eltartani egy 700 fős falu az OEB finanszírozásból egy önálló körzetet, inkább álljon össze egy vagy két másik faluval, és próbáljanak egy közös körzetet. De végül nem ez lett az eredmény? Tehát, hogy ha nincs 10 éve orvos, hát akkor előbb-utóbb csak összeállok más körzetekkel. Ez nem valósult meg? Érdekes módon nem. Hát akkor ugyanis, mit csinálnak? Hát úgy csinálják, hogy az önkormányzat szerződik egy szomszéd falu vagy kisváros orvosával, aki hetente kétszer átmegy, és eloltja a legnagyobb tüzeket, és szerencsés esetben van egy ápolónő, aki mondjuk minden nap bemegy a rendelőbe, és 4-5 órán keresztül összegyűjti az igényeket, ha nagyon nagy bajt lát, akkor mentőt hív. Na de ez nem háziorvosi ellátás, tehát ezek a lakosok, akik ott laknak, és ebbe a 165 üres praxisban közel 200 ezer ember élt, ezeknek gyakorlatilag ki lehet mondani, hogy napi életveszélybe voltak. Aztán volt olyan is, hogy nyugdíjba ment a falu háziorvosa, de ott maradt nyugdíjasként a legjobb 400 betegével, és a maradék 500 betegre meg már nem tudták meghirdetni a praxist, mert a 500 betegre kiválasztották. Az mi az, hogy a legjobb 400 betegével, ez mit jelent? Biztos, hogy nem ABC sorrendben válogatta ki, hogy ki jelentkezik át egy ilyen területi ellátási kötelező. Hogy válogatnak, akivel nincs nagy gond? Akivel nincs nagy gond, aki egyébként jár be, fiatal, bejár dolgozni a városba, hogyha kell, akkor ott is el tudják látni. Tehát vannak azért problémásabb betegek, meg kevésbé problémás betegek. De ők meg aztán akkor utána... És akkor maradt az 500 beteg, akit egyébként valamelyik másik orvos, vagy éppen ez a nyugdíjas orvos ellátott. Mondjuk volt hetente kétszer a szomszéd. Nem, hát hogyha mondjuk ott volt egy orvos, akkor az ellátta a területén kívül esőket is. Volt olyan, hogy két város, két falu nem tudott megegyezni arról, hogy ők hogy, tehát hogy hol legyen a székhelye például a praxisnak, hogy az egyik azt akarta, hogy nála. Tehát ilyen nagyon földhöz ragadt, és egyébként finanszírozásból eredő problémák voltak akkor is. Most megcsináltam a listát a délután, hogy az idén ez a 238 praxis, ez milyen összetételű a tavalyihoz, az egy évvel ezelőttihez képest, és nagyon érdekes számok jöttek ki. 46 felnőtteket ellátó praxis van, amelyikből 25 tavaly is üres volt. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag több, mint a fele. Több, mint egy éve már. És a 46-ból 8 5 évnél régebben üres. Nagyon érdekes volt a gyerekpraxisok, amire előre fölhívtuk a figyelmet, mivel hogy nincsen házi gyerekorvos szakvizsga, ezért úgy képződik a házi gyerekorvos, hogy valaki csecsemőgyerekgyógyászatból szakvizsgázik egy kórházban, klinikán, majd úgy dönt, hogy elmegy házi gyerekorvosnak. De mi az, hogy nincs házi gyerekorvos szakvizsga? Ilyen szakvizsga nincs. Házi orvostani szakvizsga van, ami nem egyenlő a belgyógyászattal, a reumatológiával egyébben, de olyan, hogy házi gyerekorvos szakvizsga nincs, évtizedek óta nincs, tehát egy klinikai szakvizsga van, amit lehet használni a gyerekosztályokon, gyerekszakrendelőkben és a házi orvosi praxisokban. És mivel, hogy most már nagy hiány van a csecsemő és gyerekgyógyászokból, ezért ha valaki egy kórházban kiképződött 5 év alatt és megszerezte a szakvizsgáját, nem biztos, hogy azt mondja, hogy ő most kimegy egy hátrányos helyzetű kisvárosba, messze a kórháztól,
messze a mentőállomástól önállóan dolgozni, egyszerűbb bent maradni egy kórházi osztályon, ahol mégiscsak biztonságosabbak a működés feltételei. Mit nyújtanak akár e pályázat keretében, hogyha valaki azt mondja, hogy jó, én mégis kimegyek X településre, ezért aztán el is költözök, mert nyilván nem biztos, hogy be tud járni, vagy olyan távolságban van az az adott település, hogy akkor jár ezért lakás, mint régen is, hogy mik járnak ehhez? Hát ezek a hátrányos helyzetű községek, települések nem nagyon tudnak, még fel se tudják újítani az esetleg létező orvoslakást, a rendelőről nem is beszélve, tehát itt tényleg kalandvágyból mennek el kollégák, vagy akinek szüksége van arra 10 millió forintra, ami egyébként állítólag egy szabadon fölhasználható pénz, és ezt 4 év után nem kell visszafizetnie, tehát megkapja a 10 millió forintot, kocsit vesz belőle, vagy bármit, egyébként az sincs leírva, hogy abba a faluba kell lakást vennie, mert a közeli városba is vehet belőle lakást, majd letelik a 4 év, és eldönti, hogy ott marad, vagy pedig megy tovább, viszont ezt a pénzt gyakorlatilag pluszba kapta a finanszírozáshoz. De hogyha megy tovább, akkor vissza kell fizetnie? 4 évet, ha letöltötte, akkor nem kell. Akkor nem kell vissza. Viszont ennek ellenére sem vonzó. Itt jön a második kérdés, hogy kik? Kik vannak a piacon, akik tulajdonképpen pályázhatnának. A most frissen végzetteknek ugye eléptük, van egy 3 éves szakképzés, tehát ez gyakorlatilag ugye determinálja, hogy mit tudnak csinálni, hogy megtanulják a szakmát. A 80-as keretlétszámot mi annak idején Békási Koppánnyal és Fodor Miklóssal együtt Google Árpádnak javasoltuk, hogy emeljük föl évenként 10-20 fővel, mert eljön az, már akkor látszott ez a korcsoporti görbe, hogy eljön az a 15-16-17, mi ekkora satszoltuk, amikor olyan arányú lesz a 65 évnél idősebb háziorvosok aránya, hogyha nincs megfelelő számú, tehát évente 200 utánpótlás. Fő utánpótlás, akkor ez a rendszer szét fog esni. Ezt Kincses Gyula egyébként többször is kiszámolta, és teljesen pontról pontra igazunk lett, mert most is 80 a képzelési keret, viszont az a gond, hogy amikor 93 vagy 94-ben indult ez a képzés, akkor 250-en jelentkeztek a végzett orvosok közül. És most? Erre. Most meg alig tudják összevadászni a 80-at. Tehát amikor indul október 1-én a képzés, mert nincs presztízse ennek a szakmának, látja mindenki, hogy rengeteg vesződtséggel jár, egy jó praxis, tehát egy városi, fővárosi, nagyvárosi praxist, ami össze van tényleg rakva jó informatikával, jó asszisztenciával, annak mindenki, aki menne nyugdíjba, szeretné megkapni az 1 éves finanszírozását. Ez ilyen praxis esetében 10-12 millió forint is lehet. Magánemberként honnan vesz egy fiatal orvos 12 millió forintot, hogy vegyen egy jó praxist? Miből fogja visszafizetni a praxis finanszírozása? Hát de most itt van, most kapná, és 4 év után 4 milliót is kell. Kaphat. Hát 10-et, nem? Nem, 4 milliót kaphat praxis jogvásárlásra. Na de ha az betöltet, a 10 millió forint, amit nem kell visszafizetni. Az a hátrányos helyzetű, 3 éve vagy 5 éve be nem töltött. Tehát ott azért kezdeni az embert próbáló dolog, mondjuk 30 km egy mentőállomástól, vagy akár egy szakrendelőtől. Tehát ott nagyon észnél kell lenni a kollégának, hogy ha valami váratlan eset történik, akkor mit csinál, hogy egyáltalán meg tudja menteni az adott betegnek az életét. És ugye fel kellene építeni ezt a szakmát. Amikor ez a praxis intézmény elindult 2000-ben, akkor mi kiszámoltuk azt, hogy ha az 1 éves praxis jövedelmet tesszük meg a irányárnak, akkor ezt 2 év alatt, 3 év alatt a praxisból ki tudja fizetni a fiatal kollega. Most erre esélye nincs. Hát pedig akkor ezek szerint számolni kellene. Köszönöm szépen, hogy itt volt.